Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem elég a nyári egyhetes speciális tábor, kell még valami plusz, ami a kapusoknak iránytűt jelent önmaguk képzésében. Az egykori szekszárdi dózsás hálóőr Poyák Antal ezért hívta össze egy hétköznapra azokat a kis kapusokat Szekszárdon, akik már ezt a posztot választották maguknak labdarúgó pályafutásuk során, és tanulni, fejlődni szeretnének. A Tolna megyei futballtörténet kétségtelen karizmatikus kapus egyénisége Poyák Antal. Az egyik legjobb volt a maga korában a szekszárdi dózsa kapuvédője. De nem is ez a lényeges információ a már erősen a 60-as éveit taposó Poyákról, sokkal inkább az, hogy elkötelezettje már régebb óta az alsóbb szinteken nagyon elhanyagolt általános kapusképzésnek. Természetesen vannak kivételek, van egy Paks, van egy Dombóvár, van egy Tolna, esetleg egy másik klub, amit hirtelen így nem tudok, ahol az idősebb, a felnőtt csapat kapusa dolgozik a fiatalabbakkal, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy a kiskapusokkal éppen csak, hogy állj be, fiam, te vagy a legügyetlenebb, majd lesz belőle talán kapus, mert így szokott ez lenni. Holott pont az lenne a célom nekem, hogy mindig a legügyesebbet állítsuk a kapuba, mert ahogy a mai labdarúgás mutatja, a mai kapusnak a világ élvonalába többet kell tudni lábbal, mint egy mezőjátékosnak. Fölnézek, hova akarom rúgni? Abba a sarokba. Lendít a láb, keményen rúg. Nagyon jó. Hangsúlyos volt a 13-15 éveseknek tartott rögtönzött kapusnapon a rossz beidegződések reflexek kiküszöbölése, és az, hogy ezek a magukról már tehetséget eláruló gyerekek képesek legyenek önmaguk képzésére is a szürke hétköznapokon. Itt próbálunk olyan gyakorlatokat nekik megmutatni, amivel, hogyha hazaviszik és eszébe jut, akkor már fejlődni fog. Nem kell a csapatedzőnek a kapussal foglalkozni, hanem önmagát tudja edzeni. A 13 éves Varjas Balázs már tudatosan kapusnak jelentkezett kisgyerekkorában, nem is akart más poszton játszani, ami nem szokványos történet a mai gyerekek között. Nekem volt kedvem, hogy én szerettem volna védeni. Hát szerintem fejlődtem, igen, és az edzőm pedig Varjas Zoltán. A már idősebb és magasabb Sági Balázs azért igazolt Tolnáról Szekszárdra, mert mindenképpen fejlődni akart. Most már magabiztosabb vagyok sokkal, meg úgy lábbal is fejlődtem ahhoz képest, hogy hol tartottam meg, nagyon. Hát most már elkezdtem így irányítani a társakat. A védelmet nagyon, igen, fontos. Vonalon vagy jobb, vagy ha vonalról kijössz és a kifutásokkal? Fú, hát mindegyikben van még mit fejlődjem. Hát nem tudom, úgy nem szeretem magamat ilyenekbe értékelni. Le kell vinni a súlypontot, és akkor már úgy könnyebb. Meg azért a magasságra megvan az előnye, szóval leérek könnyebben, mert nagyon hosszúak a kezeim, szóval azért könnyebben leérek, szóval ezt így lehet vele korrigálni. Balázs nem kert el a jövőjét illetően. Határozottan állítja, el akar jutni legalább az NB2-ig, vagyis hogy ez legyen egy jó ideig a megélhetés. Átvesszük a dolgokat, meg ilyenek meg. Adnak nagyon jó tippeket, például ma megtanultam, hogy vetődésnél jó, hogyha így lejjebb van a kezed, hogyha alul. Szóval alsó vetődés van. Tetszett Tóni bácsinak is a srácok elkötelezettsége a kapusposzt iránt, a munkához való hozzáállása úgy szintén, a jövő kapusai jelennek meg a táborvezető lelki szemei előtt. De a nyári programban mindenképpen az a tervem, hogy egy Kadzisz Béla jöjjön el a fiatalokhoz, mesélje el, hogy hogy lehet a tanulás mellett többszörös válogatottnak lenni. Sok mindenben hasonlított az első szekszárdi mérkőzéshez, a női kosárlabda NB1 5.-8. helyek egyikért zajló párharcban a Szekszárd NKE csata fővárosi visszavágója. A harmadik negyedig most is remekül tartotta magát az egyetemista gárda, de ettől kezdve a több jó egyéni teljesítmény és a kellő összhang a csapatmunkában mind a szekszárdi oldalon volt felfedezhető. Így kettős győzelemmel lépett tovább a KSC a playoff második körébe, és néhány nap múlva megmérkőzhet a Cegléddel a még nemzetközi szereplést érő 5. helyért. Csak úgy, mint a 6 pontos szekszárdi győzelemmel végződő első meccsen,
A fővárosi NKFCM csata odahaza is a Közszolgálati Egyetem csarnokában nehezen adta meg magát. A Szekszárdról még télen elküldött Jovanović, aki a csatához került, felettébb motivált és ponterős is volt, 20 pontot tett a közösbe, de mellette Leli Kréka és az irányító horvát Bernadett tűnt ki a csapatból. A palánk alatt pedig Barnai Judit szorgoskodott Mekkó mellett. Megint a harmadik játékrész közepéig tartott ki a csata ellenállása. Mekkó blokkolt, labdát szerzett, büntetőket dobott, eredményes volt. Dojkić Gereven pedig hozta a magyar különítményben az egyéni pluszokat. Ez a két játékos 30 pontot tett be a közösbe. Barnai korai kipontozódásával a palánk alatti játékban is a 9 ponttal 72-63-ra nyerő KSC került fölénybe. A fiatal magyar játékos nélkül ők biztos ezt fognak maximálisan kihasználni, és teljesen másról fognak játszani, mint alap szakhozban, de ezzel később fogunk foglalkozni. A szakvezetés úgy érzi, az ötödik helyért zajló Cegléd elleni szezonzáró mérkőzéseken is minimum erre a teljesítményre, de még jobbra lesz szükség. Tekintettel arra, hogy ezúttal már egyel több légióst is pályára küldhet az alföldi csapat a szabályok értelmében. Tényleg ma, hogy mondom, hogy voltunk egész szezonban csapatként, jól játszottunk, mindenki tette valami pályán. Szerintem lányoknak is mondtam tegnap utolsó edzésen, hogy úgy kell nézni ki ez a szezon, hogy még mindig van lehetősége fejlődni, és úgy hozzáállnak az egésznek, amit valahol szurkol is úgy tettek, mert ezzel is, ha nem harcolunk döntő bejutásért ebbe az erős bajnokságban, ők álltak ma mellettünk, mögöttünk, és annyi sokan jöttek itt Budapesten, ez legjobban mutatja, milyen klub. Lesz ugyanis 4 napja a KSC-nek, hogy a Cegléd elleni első meccsre, amit Szekszárdon rendeznek, felkészüljön. A tét nem kisebb, mint az 5. hely megszerzése, ami még nemzetközi kupaszereplésre jogosít, márpedig a Szekszárdnak ez az egyik legfontosabb célja. Furcsa mód nem Szekszárdon, hanem Bonyhádon játszotta le a futszál női NB1-ben az elődöntő első mérkőzését húsvét vasárnapján a Szekszárd FC, mely előtt ezen a napon bezáródott a szekszárdi városi sportcsarnok, mint hazai pálya. Ennek ellenére nem állítható, hogy emiatt vesztett Micskó Márk csapata a nagy rivális Hajdúböszörmény ellen. Szurkolóik szép számú jelenléte mellett igazán otthon érezhették magukat a szekszárdi sárgák. A kékek játszották a tőlük megszokott fegyelmezett terület lezáró, a kontrákra épített játékokat, a Szekszárd pedig megpróbálta a stílusa részét képező mélységi befutásokkal, ütempasszokkal föltörni a böszörményi reteszt. De ezt nem csinálták olyan hatékonysággal és olyan pontossággal, mint az alapszakasz megnyert rangadóin láthattuk a lányoktól. Abszolút kitámadott az utolsó 5-6 percben a sárga alakulat 0-1-nél, kockáztatott azzal is, hogy a rózsaszín mezben védő, válogatott kapuvédőjük Hargas Anasztázia is kijött a mezőnyben és aktívan részt vett a passzjátékban. A csapatot Bonyhádra elkísérő félszáz szurkoló is még jobban űzte, hajtotta megyeriéket, de az egyenlítés helyett jött az újabb, az elődöntő első összecsapását végleg eldöntő fekete leves, a második hajdúsági gól. Létszámban megvolt hátul a Szekszárd, de a középre lőtt labdára nem reagáltak kellő gyorsasággal, frissességgel a hazaiak. 2-0-ra nyert a legutóbbi 2 év bajnoka az idei elődöntő első mérkőzésén, és így az összesítésben 1-0-ra vezet. Kiélezett mérkőzés volt, én is erre számítottunk. A Szekszárdon mindig nagyon jó, izgalmas és kiélezett összecsapásokat játszunk, és én is úgy gondolom, hogy mi egy kicsivel is, de közelebb álltunk ma a győzelemhez. A védekezésünk nagyjából 1-2 megingástól eltekintve rendben volt. Helyzeteink is voltak, amiből 2-t sikerült értékesítenünk, ez most szerencsére elég volt a győzelemhez. Micskó Márk vezetőedző a mérkőzés előtti nehézségek ismeretében, vereség ide vagy oda, nem volt elégedetlen lányai teljesítményével. Mi hiányzott? Hát a gól. Tehát megvoltak a helyzeteink,
Böszörmények nem volt több helyzete, mint nekünk, ő értékesítette, nálunk kimaradt. Ez van, ez egy vérbeli elődöntő volt, én úgy gondolom. Én büszke vagyok a lányokra, mert az utolsó pillanatig harcoltak, küzdöttek, rengeteg nehézséggel küzdünk. Aki tudja, ismeri a csapatunkat, az tudja. Ugye sorsdöntő mérkőzésünk van, amit nem tudunk otthon játszani. Még az is kérdéses volt, hogy meg tudjuk rendezni itt a mérkőzést. Nagyon szépen köszönöm a szurkolóknak, akik kilátogattak, akár Bonyhádról, akár Szekszárdról, akár más városból, falvakból. Nagyon szépen köszönjük a biztatást. Jelzem nekik, hogy ez pár arc nincs lefutva. Gancer Hajnalka a két hét múlva esedékes visszavágón már ott lehet végig a pályán. Ez jó hír mindenképpen a szekszárdiaknak, kevésbé az ellenfélnek. Tudjuk, hogy a Hajné egy nagyon, nagyon jó ballábas játékos, nagyon jó a rúgó technikája, tehát nála a pontrugásoknál, a lövéseknél nagyon kell figyelni, és felszoktam természetesen hívni a lányok figyelmét rá. A két csapat idei eddigi összmérlege egyébként döntetlen. Két X után egyszer már az alapszakaszban nyerni tudtak Micskóék Böszörményben, és most nyert először, igaz, nagyon fontos meccset, és a legjobbkor a bajnoki címvédő. Miért ne nyerhetnének vendégként újra a szekszárdiak? Ellenkező esetben persze tudjuk, elúszik a bajnoki döntős álom a Szekszárd FC csapatánál. 11. alkalommal gyűltek össze Pécsett Európa élcsapatainak 2007-es születésű játékosai a húsvéti vízilabda tornára, amit negyedszer az egykori pécsi és ferencvárosi edző, a fiatalon elhunyt Ambrus Tamás emlékére rendeztek. A pécsiek első csapata bejutott a fináléba, és végül az előkelő második helyet szerezte meg. 4 napon át tartott a hagyományos nemzetközi húsvéti vízilabda torna Pécsett. A 2007-es születésűek számára kiírt tornán ezúttal 18 csapat vett részt, közülük 2 versenyen kívül indultak. Ez a PSN ZRT 2-es számú csapata, illetve egy párizsi gárda. Az OSC-vel játszottunk, ami eléggé kemény volt, de nagy nehezen sikerült valahogyan megvernünk őket. Aztán most játszottunk a párizsi csapattal, akik megvertek minket sajnos, de elég jól sikerült szerintünk a meccs, mivel az edzők is mondták, hogy teljesítettük, amit ők kértek. A pécsiek első számú csapata csoport győztesként jutott a döntőbe. Ezen a tornán 2 csapattal képviseltetjük magunkat. Az első csapatunk, ők 2008-asokból és 7-esekből állnak. Ők csoport elsőként végeztek a D csoportban, és a döntőbe jutásért megvertük a Szegedet, és most 15 óra 50-kor fogunk játszani egy döntőt az OSC csapata ellen. A 2-es csapatunk pedig egy ilyen vegyes felvágott, úgymond, 6-osokból, és van egy pár 2009-es születésű játékos is. Ők versenyen kívül indultak, mivel ez a torna 2007-es korosztálynak szól. Velük most játszottunk a Párizs ellen a utolsó helyér, úgymond, de ők is versenyen kívül indultak, mivel 6-os csapattal érkeztek. Úgyhogy igazából eddig ezek történtek a tornán. A húsvéti tornát negyedik éve az egykori pécsi és ferencvárosi edző, a fiatalon elhunyt Ambrus Tamás emlékére rendezik. Annak az embernek az emlékét őrizzük, aki elindított azon a pályán, és nagyon sokáig kísért, amin én végigmentem, akár játékosként, akár edzőként. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog a számomra, és én ezt a Tamásnak rengeteget köszönhetek. Ha ő nincs, akkor én nem vagyok most az, aki vagyok, akár vagy voltam játékos, vagy most vezetőedző, utánpótlás vezető. Nagyon fontos a gyerekek miatt. Tehát, hogy a pécsi játékosoknak, akik ugye napi szinten edzenek 2-2,5 órákat, rengeteget dolgoznak, tudunk adni egy olyan nemzetközi tornát, ami egyedülálló Magyarországon, egy olyan élményt, amiben azért ritkán van részük. És hát nyilván fontos, azt gondolom, az, hogy az országnak, meg Európának így megmutatjuk, hogy él Pécsen a vízilabda. Az edzők és a szervezők igazán elégedettek lehettek, hiszen több száz szülő, családtag és szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre. Ez pedig azt mutatja, hogy sokan szeretik a pécsi vízilabdázást, illetve sokan érdeklődnek a sportág iránt. A pécsi pólós fiatalokra pedig a felnőtt csapatban is számíthatnak majd pár év múlva. Mai napon már a helyosztókra kerül sor, illetve majd a döntőre. Szerintem a gyerekek nagyon-nagyon jól érezték magukat. A színvonalra se lehet panasz, pont tegnap este volt a játékvezetőkkel egy beszélgetésünk, ahol ők is elmondták, hogy tényleg játékvezetői szemmel is már
nehéz mérkőzés, idézőjelben nehéz mérkőzések voltak, mert ugye ezek a gyerekek 12 évesek csak, de már két játékvezető kell, hogy le tudják vezetni rendesen a mérkőzéseket, úgyhogy elmondhatjuk, hogy egy nagyon jó, nagyon színvonalas tornára került sor idén újfent, és hogy miért fontos? Egyrészt azért, hogy a pécsi gyerekek találkozzanak esetleg olyan csapatokkal is, akik amúgy nem szoktak idejönni. Most itt van egy csapat Párizsból, itt van egy csapat Hannoverből, itt van a Partizán Belgrád, itt van a Crvena Zvezda. Tehát olyan csapatok érkeznek ide, akik azért az európai vízilabda elitjéhez tartoznak. Másrészt pedig, ahogy kérdezted, a nevében is benne van a tornának, hogy Ambrus Tamás emléktorna. Ezzel az eseménnyel próbálunk meg emléket állítani Tamásnak, illetve annak a munkának, amit ő itt Pécsen elvégzett. Az utánpótlás tornát az OSC nyerte, a döntőben legyőzve a PSN ZRT egyes számú csapatát. Harmadik lett a szegedi vízipólósuli, negyedik a kaposvári VK, ötödik az Avus, hatodik a VK Zemun, hetedik az FTC, nyolcadik a Valis Valjevo, kilencedik a Fehérvár VSE, tizedik a Kanizsa VSE, tizenegyedik a VK Becsej, tizenkettedik a Partizán Beográd, tizenharmadik a Hannover, tizennegyedik a VK Proleter, 15. a Crvena Zvezda, 16. a HVSC. Versenyen kívül pedig a Párizs és a PSN ZRT Pécs kettes számú csapata indult. Csaknem 200 sportoló népesítette be a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának sportcsarnokát. A Magyarországi Katolikus Iskolák vívóversenyének idén is a pécsi intézmény volt a házigazdája. A versenyen kard, tőr és párbajtőr kategóriában léptek pástra a tanulók. A rendezvény beleszámít a Kids Kupa összesített pontversenyébe is. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában egyre népszerűbb a vívás a diákok körében. A legtöbben az intézménybe kerülve találkoznak először ezzel a sportággal. Akárcsak tavaly az iskola megpályázta és el is nyerte a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége vívó küzdelmeinek rendezési jogát. Hát úgy gondolom, hogy már hosszú hagyományról beszélhetünk. Több mint 10 éve zajlik nálunk mindennapos testnevelés keretén belül vívás, és a vívószövetségi suli vívó program keretében pedig már harmadik éve kapunk olyan jellegű anyagi komoly támogatást, hogy felszereléseket tudunk vásárolni, hiszen ez egy költséges sportág, és az, hogy a diákoknak erre nem kell anyagi áldozatokat fordítani, ez nagyon nagy segítség nekünk. Két napra kellett raknunk a diákokat. Most a kard és a tör versenyszámok zajlanak, és holnap pedig a párbajtőr. A mai napon 98 gyerek lépett a pástra, és holnap pedig 95 diákot várunk ide. A versenykiírásban az szerepelt, hogy a ranglista elsőt gyereke nem szerepelhet, nem indulhat, mert azért szeretnénk esélyt adni azoknak is, akik mint például a mi diákjainknak a zöme, igazából csak az iskolai kereteken belül vív. De viszont ez a versenyrendszer ez is, illetve Pannonhalmán, Esztergomban vannak még versenyeink, lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit megmérettessék magukat. És hát most a zsűrik között viszont rangos versenyzőket tudunk itt köszönteni, akik a nemrég lezajlott kadett EB-n érmekkel jöttek haza. Mint például Tóth Gergely, aki bronzérmet szerzett a kadett Európa-bajnokságon. Már lassan 10 éve vívok, és azért kezdtem el a vívást, mert mivel a nővérem meg az egyik barátnője még régebben elkezdték, és én is lejártam velük egy edzést, hogy csak néztem egy idő után, beálltam játszani, és aztán megtetszett ez a sportág. És azóta így szeretem az egészet. Hát az országos bajnokságon nem is tudom hányszoros bajnok vagyok csapatban meg egyéniben, és az EB bronzérem, amire nagyon büszke vagyok eddig, az, ami a legjobb nekem eddig. Két évvel ezelőtt került be először a Kids Kupa sorozat versenyeibe a vívás, és ennek megfelelően a rendezvény beleszámít a Kids Kupa összesített pontversenyébe is. A pécsi viadalon minden korosztály számára hirdettek egyéni küzdelmeket kard, tör és párbajtőr kategóriában. Két éve vívok, és 4 évesen voltunk egy sportágválasztón, és ott döntöttem el, hogy én vívni fogok. Olimpiai bajnokok szeretnék lenni, és most 5. rangsoroltam, és viszont most a táblán az első körben kiestem.
A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége, röviden KIDS, 1993. október 30-án Budapesten 27 katolikus általános iskola és középiskola részvételével alakult meg. A szövetséget 1998-ban a Magyar Katolikus Püspöki Kar konferenciája is elismerte. A szövetség KIDS Kupa néven évente országos versenyeket rendez, atlétika, asztali tenisz, szertorna, úszás, sakk, duatlon, vívás, mezei futás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, kispályás labdarúgás és floorball sportágakban. A megye labdarúgó játékvezetőinek és asszisztenseinek magasabb osztályba jutását segíti a Talent Mentor program. A pécsi teszten gyakorlati és elméleti feladatokat is kaptak a résztvevők, akik között országos kerettagok is voltak. A Talent Mentor rendszer biztosítja a tehetségekkel való folyamatos kapcsolattartást, fejlődésük segítését. Félórás bemelegítéssel kezdtek a Talent Mentor programban résztvevő baranyai játékvezetők. Ezután pedig kísérleti jelleggel az UEFA fizikai felmérését, a jojó tesztet is végrehajtották a bírók és az asszisztensek. A megye fiataljai mellett az országos kerettagok is futottak. Szerintem azért fontos, mert meccs szituációkat tudunk gyakorolni, és itt igazából fel tudunk olyan szituációkra készülni, amik nagyon ritkán fordulnak elő egy mérkőzésen, viszont előfordulnak. És tudjuk azt, hogy amikor előfordulnak ezek, akkor milyen döntést kell hoznunk. És erre nagyon jól felkészít ez a nap. A futás szerencsére nekem jól sikerült. Nyilván én országos kerettagságú játékvezető vagyok, azért elvárás, hogy ezt a tesztet meg tudjam futni. Szerencsére sikerült is megfutni. Én azt mondom, hogy aki sportolt, ugye én fociztam nagyon sokáig, meg aki rendelkezik egy alapálló képességgel, az meg tudja futni ezt a tesztet. Nyilván akinek nincs sportoló múltja, annak ugye edzeni kell erre a tesztre. Nem egy nagyon könnyű teszt, de én azt mondom, hogy nem is teljesíthetetlen. A jó-jó teszt után az úgynevezett practical session következett, amelyen külön feladatot kaptak a kékmezes játékvezetők és a pirosmezben lévő asszisztensek. A gyakorlati tesztek után elméleti feladatokat is kaptak a résztvevők. A fizikai állapotot felmértük most, túl vagyunk a futáson. Van egy-két személy, akinek egyértelműen javulnia kell ebbe, viszont van, akit majd meg fogunk tudni dicsérni. Ez ugye az egyik pillére a mai foglalkozásnak. Ezen kívül lesznek a mérkőzésen alkalmazott jelzések, ami ugye formaságnak tűnhet, de mégiscsak azért egy egységes képet kell mutatni a játékvezetőknek minden pályán, minden osztályban. Tehát ez is fontos lesz, szerintem itt is fogunk tudni majd előrelépni. A harmadik pedig az elméleti része lesz, ahol a mérkőzés klippeket fogjuk kielemezni. Gondolom, hogy hibákat is találunk, illetve ami jó, azt is ki fogjuk emelni majd. Én úgy gondolom, a többi megyét is, hogyha megnézzük, ez a 18-20 fős létszám, főleg így, hogy a fele játékvezető, a fele asszisztens, ez egy egészséges létszám. Nyilván ugye ebből is majd a minőséget meg kell vizsgálni, hogy ki az a 2-3 fő, aki tényleg magasabb, közeljövőben magasabb célokra is alkalmas lehet. Az MLS játékvezetői bizottsága 3 kiemelt projekt végrehajtását vállalta. Az elit kategória, azaz a FIFA és az NB1 támogatását, a játékvezetői létszám emelését, valamint a Talent Mentor program keretében a tehetségekkel való kiemelt foglalkozást. Ez utóbbi az utánpótlás rendszer átalakítását is jelenti. Talentnapok elsősorban az utánpótlás képzésben van nagy jelentősége. Ezekre a programokra, hogy az újoncok még nem tudnak jönni, tehát ide már bizonyos szakmai tapasztalat kell. Itt már az sem ártam, vagy az is jó dolog, hogyha eldönti azt valaki, hogy ő már a játékvezetőként vagy asszisztensként akar működni, hisz ez ma már egy teljesen két műfajt, vagy egy két szakágat jelent, és hát ezek közül válogatjuk ki azokat a fiatalokat, illetve akik szeretnének jönni, meg hát mi azokat alkalmasnak tartjuk, ezek közül az emberek közül szeretnénk kinevelni aztán a jövőnek az országos játékvezetőit. A játékvezető képző központ is megkezdte már működését, előtte a kiválasztás a Talent Mentor program keretében több lépcsős rendszerben zajlik le. Fizikai, illetve elméleti feladatok szoktak lenni. Az elméletinél ott szabályismeretek, szabályértelmezések, saját mérkőzések felvételei alapján a hibáknak a kiszűrése, illetve minimalizálása, illetve a gyakorlati feladatoknál pedig a teszteknek a teljesítése és bizonyos szituációknak a gyakorlása.
A megyék által javasolt tehetséges játékvezetők bekerültek egy országos nyilvántartásba, ahol eredményeiket folyamatosan vezetik. A talentmentor rendszer kialakítása biztosítja a tehetségekkel való folyamatos kapcsolattartást és fejlődésük segítését. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!